Benne vagyok? A kocsi is? Igen. Kedves gyerekek, nézők, stb. Stb. Ez a féklámpának az ellenőrzése sajnos a tanulók közt mumus. Most egy gyors, rövid videóban el fogom mondani, mi az, amit legtöbbször hibáznak. Mindig azt mondják nekem, hogy Sanyi, légy szíves, nyomd már meg a féklámpát, hogy meg tudjam nézni a féklámpát. Hát a féklámpa megnyomása az ez lenne, de a fékpedált kellene mondani, nyomjam meg a fékpedált, hogy le tudjam ellenőrizni a féklámpákat. Ez lenne a helyes. Ez még csak nevetünk, de ami már siralmas, mutatom, hogy mi szokott lenni, mikor idén a tanuló, és általában ezek, akik így csinálják, ezek túl képzettek, túl vannak képezve, egyetem. De mikor jön egy ilyen falusi paraszt, az együtt tudja, vagy hogy mondja, nehogy sértésnek vegyétek, de mégis a túlképzettek minden túlbonyolítanak. És akkor jön, hozzám se szól, hogy nyomjam meg a fékpedált, jön majd, ő megnyomja. Nyitja az ajtót, majd bebújik, mint Rauka, Rauka lyukhoz, kézzel nyom egyet a pedált. Nem világít! Gyere, herrém, egy kicsit legyen a kamion. Hogy tudjon, ahol visszabíz mindjárt. Vissza. Szóval, megnyom és azt mondja, hogy nem világít. És akkor én szoktam mondani neki, hogy ha biztos nem voltál elég gyors, akkor megpróbálom még egy. Most sem. Akkor mondom, hogy mi a baj? Fogalmam sincs. Jön még egy variáció, ez már egy komoly variáns, mikor ide jön, és nem kitanálom, higgyétek el. Leengedi az ablakot, beengedi, és akkor beül. Annyi, nézd már meg a féklámpát, világíti! Itt vagyok! Halló, világít! Világít! Jaj, alig tudom kidugni magam az ablakon! Én nem szólaltok egy szót se! És akkor a Rizsga biztos kérdezi, hogy leellenőrizte a féklámpát? Hát a Sanyi megnézte, de azt mondja, uram, mondja Vizsga biztos, uram, a saját személynek higgyen, ne Sanyinak, ellenőrizze le. Hát ha én megnyomom, azt mondja, akkor nem tudom megnézni. Hát azt mondja, valamit mondjon már legalább egy megoldást rá, hogy hogy kéne. Bassz, basszolom a kérdést, bassz, és megbukom. Na, köszönöm. Thank you.